népi hiedelem történetek elég nagy része az úgynevezett nézés igazmondás köréhez tartoznak. Ezek a történetek a rejtve lévő és rejtve történt dolgok meglátásáról, megmondásáról szólnak. Bizonyos mértékig jövőben nézésről, jóslásról van szó, amelyeknek számtalan módja eszköze lehet. Egy ilyen például a lucaszék is, amely gazdáját hozzásegíti, hogy a falu boszorkányait megláthassa. De hogy hogyan? Ennek vannak szabályai. A lucaszék, lucaszéke vagy boszorkányszék bizonyos nézésre képesíti gazdáját, ha a széket megfelelően készíti el, szabályszerűen használja.